Az egész ország büszke örömmel ünnepelte az első magyar Nobel-díjast, Szent-Györgyi Albert professzort, akinek a tudományos kitüntetést az elégetés élettani folyamatai körültett felfedezéséért, a fumársav katalizációjáért és a C-vitaminnal elért eredményeiért ítélték oda. Ismeretes, hogy a C-vitamint a szegedi paprikából sikerült kivonnia. Szent-Györgyi Albert 1893-ban született egy cserháti faluban, Bujákon. Gyermekéveit Budapesten töltötte. 1917-ben a Fővárosi Tudományegyetem orvoskarán doktorált. 10 év alatt számos európai egyetemen kutatott, Pozsonytól Hamburgon, Groningenen át Cambridge-ig. 1927-ben Cambridge-ben a kémiai tudományok doktora lett. Itt keresték fel a Kolozsvárról Szegedre menekült Ferenc József Tudományegyetem képviselői, hogy az Orvosi Vegytani Intézet élére hazahívják. Visszatérésre buzdította az akkori kultuszminiszter Klebersberg Kuno is, aki kifejezetten ragaszkodott ahhoz, hogy Szegedet, a tiszaparti Göttingát válassza új otthonául. Így lett Szent-Györgyi 1928-ban az egyetem rendes tanára, angliai kutatómunkájának befejezésére azonban 2 év szabadságot kapott. Ezért szegedi katedráját 1930. szeptemberében foglalta el, abban a tanévben, amikor a kormányzó jelenlétében felavatták a dómtéri egyetemi épületeket. Itt kapott helyet 1935-ben az Orvosi Vegytani Intézet is. Szent-Györgyi Albert Groningenben megkezdett kutatásait folytatta Szegeden. Olyan növényi forrást keresett, amelyből nagyobb mennyiségben lehet előállítani az általa hexuronsavnak nevezett vegyületet. Azt is bizonyítani akarta, hogy ez azonos a C-vitaminnal. A tudóst a véletlen is segítette. Idézzük erről magát Szent-Györgyit. Este a feleségem paprikát adott vacsorára. Nekem nem volt kedvem megenni, de nem volt elég bátorságom ezt megmondani. Akkor jutott eszembe, hogy én ezt a növényt még sohasem próbáltam ki. Azt mondtam a feleségemnek, hogy ezt inkább elviszem a laboratóriumba, ahelyett, hogy megegyem. Még aznap éjjel megtudtam, hogy ez a paprika a C-vitaminnak egy kincses háza. Szent-Györgyi felfedezését 1932. március 26-án publikálta az Orvosi Heti Lapban, ahol a világon először volt olvasható: a hexuronsav nem más, mint a vitamin C. Ő javasolta azt is, hogy a hexuronsavat a skorbut elleni hatása miatt nevezzék aszkorbinsavnak. A világhírű magyar tudós és családja a Carlton szállóban. Szegedi kutatásai tehát meghozták számára a legnagyobb elismerést, a Nobel-díjat. A korabeli filmhíradó kockái megőrizték, amint 1937. decemberében feleségével együtt megérkezik a svéd fővárosba, majd részt vesz a Nobel-díjasok tiszteletére adott ünnepségen, de a díj átvételéről nem maradt fenn mozgókép. Fényképen azonban látható a 208 g súlyú és 66 mm átmérőjű aranyérme, amelyet ma a Magyar Nemzeti Múzeumban őriznek. Szent-Györgyi 1937. decemberében Szeged díszpolgára, 1938. áprilisában a természettudományi kar díszdoktora lett. Nem csak ő az első magyar Nobel-díjas, hanem mindmáig az egyetlen, aki hazai kutatásainak elismeréseképpen kapta meg a világ legismertebb kitüntetését. A díj átvételekor 44 éves volt. Én egy más országnak igyekszem a hasznos állampolgár lenni, magyar Amerikának, sőt egy még nagyobb egységnek is igyekszem a hasznos polgára lenni, az emberiségnek, a közös emberi célokat szolgálva. De mindez nem változtat azon, hogy épp úgy magyar ember vagyok, mint valaha is voltam. És épp úgy a hazám Magyarország, mint valaha is gyerekkoromban volt. És abból a nagy szeretetből, amivel itt körülvettek, és nagy figyelem és ragaszkodásnak a megnyilatkozásából látom, hogy az ország sem tagadott meg még engem, mint a fia.
Emlékezzünk Szent-Györgyi Albertre, a Nobel-díjas tudósra, aki felfedezte a C-vitamint, a tanárra, aki tanítványok sorát indította útnak, a tudományszervezőre, aki a legnehezebb időkben volt rektora a Szegedi Egyetemnek, a humanistára, aki felemelte szavát az önpusztító háborúk ellen, a zeneszerető sportemberre, a férfira, aki 4 házasságon átkereste a boldogságot, és az emberre, aki oly nagy alapossággal ismerte a materiális világot, mégis 20. századi zsoltárokat írt. Uram, szeretni tudó és szeretetedre szomjazó szívet, szabadon gondolkodó és alkotni tudó szellemet adtál. De szívem retteg és gyűlölködik. Megrontja a szellemet, és halált hozó iszonyú fegyverrel tör országodra, reám és embertársaim ellen, hogy szétroncsolja az élet szent szövetét. Uram, tisztítsd meg a szívemet, emeld magadhoz szellememet, hogy testvéreimnek testvére lehessek. Szeged, melynek nevét a világtudományos élete éppen Szent-Györgyi Albert Nobel-díja kapcsán ismerte meg, ma Magyarország 3. legnagyobb városa. A Tiszamaros összefolyásánál fekvő településnek több évszázadnyi történelme van, bár a városba látogató kevés emlékét találja ennek a történetnek. A város dúlták a tatárok, a törökök és a Habsburg császári csapatok, de a végső csapást a szeretett, de félt folyó hozta. 1879 tavaszán az áradó Tisza szinte a teljes belvárost elpusztította. A nagyárvíz után széles nemzetközi összefogással építették újjá a várost. Ezt a sugárutas szerkezetet máig megőrizte a mind méretében, mind lakosságában folyamatosan gyarapodó Szeged. Az itt élők nem csak a sok napsütésre, vagy a belvárosi palotákra, hanem a város fiatalos lüktetésére is büszkék. A vidék Magyarországának legnagyobb egyeteme található itt. A mai 12 karú univerzitas elődje 1921-ben Kolozsvárról menekült Szegedre. Az akkor Ferenc József császárról elnevezett tudományegyetemnek lett tanára Szent-Györgyi Albert. Itteni kutatásainak eredményeit publikálta 1932-ben bejelentve a C-vitamin felfedezésért, melyért 5 év múlva kiérdemelte az orvosi élettani Nobel-díjat. 2012-ben a felfedezés bejelentésének éppen 80. a kitüntetés átvételének 75. évfordulójához érkeztünk. Az általános orvostudományi kar ötlete volt, hogy Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulója alkalmából nagyszabású konferenciát szervezzenek. Az ötlet mögé felsorakozott az egyetem, a város, a Richter Gedeon. Így 2012. március 22. és 25. között tudósok vehették birtokba Szeged előadó termeit. Következzék egy kivételes konferencia hiteles krónikája. Szervezők eddigi munkájának eredményeképpen 8 Nobel-díjas kutató jelezte a konferencián való részvételét. Ez úgy gondolom, hogy egy olyan esemény, amit jogosan próbál meg mindenki magáinak vallani, aki csak a környéken jár. Ahogy rektor úr volt szíves említeni, 8 Nobel-díjas érkezik ide, az ez egy fantasztikus dolog, ilyen szerintem Magyarországon még nem történt. Szegedváros a 2012-es év egyik kiemelt nagyszabású városi rendezvényének tartja a Szent-Györgyi évfordulót. Nagyon fontos, hogy a tudomány térképén
Magyarország és Szeged megfelelőképpen jelen legyen, és úgy gondolom ez a rendezvény, ez erre a legmegfelelőbb. Nekünk nyugodtan mondhatom, hogy öröm ezt támogatni, hisz mi nagyon sokat kaptunk Szegedtől. A konferencia előfutáraként a Nagy Közönség a Tudomány Határok Nélkül című televíziós magazin 7 adásából tudhatott meg részleteket a márciusi eseményekről. Akkor már ismert volt annak a 9 Nobel-díjas tudósnak a neve, akik elfogadták a szegedi invitálást, és azt, hogy kutatási eredményeikről előadást is tartva tisztelegjenek Szent-Györgyi Albert emléke előtt. Köszöntöm dr. Szabó Gábort, a Szegedi Tudományegyetem rektorát, és dr. Vécsei Lászlót, az Általános Orvostudományi Kar dékánját. Jó napot kívánok! Önök most, mint a márciusi konferencia elnökei ülnek itt. Mennyire fontos ma Szent-Györgyi Albert az egyetemnek? Én úgy gondolom, hogy Szent-Györgyi Albert az egyetemnek nagyon fontos, az életműve is, meg a személyisége is, hiszen azt gondolom, hogy ő megjeleníti a 90 év, Szegeden 90 éve működő egyetemnek a szellemiségének a javát. Szent-Györgyinek az idekerülése is úgy gondolom, hogy több szempontból jelképes értékű, hiszen őt személyesen Klebersberg Kuno hívta ide, olyan lehetőségeket kínálva, hogy a világ egyik legkitűnőbb egyetemét ott hagyta és hazajött Szegedre. Hozzáteszem, a saját emlékiratai szerint, amikor megkapta az értesítést a Nobel-díjról, akkor hajnalban az első útja a Dom volt, ahol meglátogatta Klebersberg Kuno koporsóját, tehát Szent-Györgyi maga is úgy érezte, hogy ebben nagyon nagy szerepe volt Klebersbergnek. Szent-Györgyi azt gondolom, hogy egy tudatos egyetem építésnek is volt, ha úgy szabad ilyen módon fogalmazni, a terméke, hiszen az történt, hogy egy nehéz időben, mert azért gazdasági válság volt akkor is, államcsőt fenyegetett akkor is, mégis Szeged városa és az oktatási kormányzat nagyon nagy erőfeszítéseket tett arra, hogy megépítsék a Szegedi Egyetem infrastruktúráját. És Klebersberg pontosan tudta azt, hogy világszínvonalú intézmény csak akkor teremthető, hogyha a kövek mellett az agyak is rendben vannak. Dékán úr, önnek mit mond Szent-Györgyi Albert életműve ma, 2011-ben? Hát mielőtt válaszolnék, engedje meg, hogy megköszönjem a karról mindazoknak, akik sokat tesznek ennek a konferenciának a sikeréért. Hegyi Péter, aki a konferenciának a főtitkára, Varó András professzor úr, egyúttal egyetemünk rektorhelyettese, és Kemény Lajos dékánhelyettes úr, és köszönöm az egyes szekciók vezetőinek, mindazon kollégáknak, akik előadnak, szerveznek, mert valójában itt egy csapatmunkáról van szó. Sokat jelent, és Szent-Györgyi a Nobel-díjasok között is egy kiemelkedő ember volt, hiszen ha az életművét áttekintjük, akkor azt lehet mondani, hogy durván három szakaszt lehet megkülönböztetni. Első rész ugye a C-vitamin felfedezése volt, a második rész az izomkutatással kapcsolatos, a harmadik pedig a rákutatással kapcsolatos munkássága. A hatása, mint ahogy rektor is említette, a mai napig hat. Gondoljunk csak arra, hogy ma is Szegeden komoly biokémiai kutatások folynak, és a szegedi vegyészek, beleértve itt az orvoskarit, a TTK-t vagy a gyógyszerészkart, meghatározó elemei, és ha megnézzük tudománymetriailag, ez a vegyész kollektíva, aki részben unokája, részben dédunokája Szent-Györgyinek már szellemi értelemben, olyan teljesít, ami méltán büszkén lehet egyetemünk. Ez a konferencia majd mire helyezi a hangsúlyt? Nos, a konferencia egy nagyon érdekes megközelítést fog adni a fenti problémáról. Jó néhány területről lesz szó. Például a neurodegenerációról. A neurodegeneráció az idegszövet pusztulását jelenti, és a neurológiai kórképeknek is engedtessék meg, hogy elsősorban arról beszélek, hiszen magam neurológus vagyok. A neurológiai kórképeknél ez az alapprobléma. Itt a jellemző betegség például az Alzheimer-kor. Például az Alzheimer-kor, így van, de ide sorolhatjuk például a Parkinson-kort is, ez a remegéssel járó kórkép, vagy a stroke, az a szélütés, ahol szintén idegszövet károsodás történik, de például a szklerózis multiplex, amelyet eredetileg egy gyulladásos kórképnek gondoltunk, és részben gondoljuk ma is,
ott is komoly idegszövetkárosodás történik. Tehát az alapprobléma a idegszövet károsodása. Nos, az előadások egy része erre fog irányulni. Egy másik fontos terület, ami élesen ugyanettől nem választható, a fájdalom kérdése. Fejfájás témakörben és egyáltalán a fájdalom receptorális szintű megértése területén is hangzanak el előadások. Tehát egy izgalmas, meglehetősen széles területet átfogó előadássorozat lesz az idegtudományon belül. Ön szerint a szív betegségeinek kutatásaiért kaphat-e valaki a közeljövőben Nobel-díjat? Nagyon jó és érdekes kérdés, ez nyilván mindenkit foglalkoztat, aki a területen dolgozik. Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban, tehát a meghívott 9 Nobel-díjas között egyetlen egy kardiológus sincsen, nem tudok arról, hogy ma élő Nobel-díjas a kardiológia területéről kapott volna Nobel-díjat. Egy kicsit ez talán összefüggésben van avval is, amit az előbb említettem, hogy nagyon nagy terápiás áttörés. Tehát döntő áttörés, mint mondjuk a penicillin idejében az antibiotikumokkal volt, nem nagyon történt. Tehát én most ebben ezt nyilván sokan vitatnák, mert sok eredményt elértünk a szívelégtelenség terápiájával, de ez elsősorban abban nyilvánult meg, hogy egy gyógyíthatatlan betegségben az élettartamot kicsit, vagy nem is annyira kicsit meg tudtuk hosszabbítani, de az alapvető okot nem tudtuk megszüntetni, tehát ilyen tudással, ilyen felfedezés nem történt, vagy olyan gyökeres terápiát, mint mondjuk a fekély terápiájában, ami történt a H2 receptorokkal kapcsolatban, és annak ugye a farmakológiai gyógyszertani kezelésében a kardiológia még nem produkál, de a kérdésére válaszolok, pontosan ez teszi izgalmassá a kutatást, hogy nyilván bármikor ez előfordulhat, és ilyenben minden a pályán dolgozó kutató reménykedhet, ha megvannak természetesen a feltételei. A konferencia fókuszába a szabályozó mechanizmusokat helyezték. Milyen mechanizmusokról lesz itt szó? Az immunológia alapvetően olyan folyamatokkal foglalkozik, hogy megkülönböztesse a szervezet számára veszélyes dolgokat a kevésbé veszélyes dolgoktól. Ez a látszólag nagyon egyszerű feladat azonban nagyon komplikált. Meg kell különböztetnünk a veszélyes baktériumokat azoktól a baktériumoktól, amelyek a szervezettel együtt élnek és békében élünk velük. Meg kell különböztessünk a szervezet számára veszélyes anyagokat azoktól, amelyeket tolerálnunk kell. Ha minden jól működik, és a szervezetünkben az immunrendszer az, amelynek az a feladata, hogy megkülönböztesse az idegen és a saját anyagokat egymástól, a veszélyes anyagokat a kevésbé veszélyes anyagoktól, és az immunrendszernek az a feladata, hogy ezt úgy tegye, hogy közben az egészségünk megmaradjon. Abban az esetben, hogyha a szervezet számára veszélyes anyagokat nem tudja az immunrendszerünk megfelelően időben felismerni, megismerni és eltávolítani, akkor súlyos betegségek, fertőzéses betegségek alakulnak ki. Jól ismert mindegyikünk számára, hogy ha valaki sokat betegeskedik, sokszor van fertőzéses betegsége, akkor azt mondjuk, hogy az immunrendszere gyengén működik. De hogy mit jelent ez pontosan, hogy gyengén működik, hogyan történik a szervezet számára a veszélyes anyagoknak a felismerése és azok eliminálása, például ezzel foglalkozik az immunológia. Ön is említette épp az imént, hogy személyre szabott gyógyítás. Mit jelent ez tulajdonképpen? A személyre szabott gyógyítás az azt jelenti, hogy a gyógyítási folyamat során, illetve már a gyógyszerfejlesztések során figyelembe veszik azokat az egyéni tényezőket, amelyek nagyon sok esetben genetikai megalapozottságúak, amelynek az eredményeképpen az egyes egyének különböző gyógykezelésekre különbözőképpen reagálnak. Ez tulajdonképpen a gyógyszerfejlesztések irányába ez többletköltséget fog jelenteni, hogyha ez a szemléletmód valóban teret fog nyerni a gyógyászatba. Hosszú távon viszont megtakarítást fog, költségcsökkentést fog jelenteni a gyógyászat számára, ugyanis a nem várt gyógyszer mellékhatásokból adódó komplikációknak a száma és a
és a kimenetele ez jóval nagymértékű csökkenést fog majd hozni hosszú távon. Tehát jóval kevesebb gyógyszer mellékhatása lehet majd számolni, hogyha a személyre szabott gyógyászat, a személyre szabott gyógyszerdozírozás, a személyre szabott gyógyszerválasztásnak és gyógyászati eljárásoknak a gyakorlata valóban mindennapivá fog válni az orvoslásban. Mindenkitől megkérdeztük ebben a műsorban, hogy Szent-Györgyi Albert életútja, kutatásai mit üzennek ma 2011-ben, 2012-ben. Önnek mit üzen Szent-Györgyi Albert életútja? Én azt hiszem, hogy nagyon világos volt az ő gondolatmenete, amit ma lefordítunk és használunk természetesen, hogy a jövő előre haladása a jelen iskolája. Ez Szent-Györgyinek egy mondása volt, amit le lehet fordítani úgy, hogy akkor biztos a jövőnk, hogyha ezt a kutatások a megfelelő mederben, az oktatás és kutatás a megfelelő mederben folyik, hiszen a ma képződő generáció lesz a jövő kutatója, a jövő klinikusa, a jövő tanára, a jövő mérnöke, a jövő szellemisége. Tehát nekünk a jelenben, a mában kell olyan eredményeket elérnünk, ami megalapozza már a jövő kutatását, a jövő betegellátását, a jövő műszaki fejlődését. Ebben mi a biológiát, ebben az élettant, ebben az orvostudományt választottuk, és így is készülünk, és így is dolgozunk. Ez a tüdőbetegsége, de a tüdő elporlad az idők során, és csak a csontok maradnak meg. Több tízezer csontleletet néznek át. Mit keresnek ilyenkor pontosan? Mutatna példát itt az asztalon látható? Igen, már az előbb említettük az avarkori, fiatal avarkori női lelet súlyos gerinc elváltozásait. Itt, ha rá közelítünk a kamerával, vagy egy külön nagyobb felbontású fényképen megnézzük, akkor látható, hogy több csigolya testet elpusztított a betegség. Egy hasonló, de korábbi fázisú csigolya pusztulás, szintén TBC-s csigolya pusztulás egy középkori leletből. Itt látható, hogy a gümőkoros elfajulás elpusztította a csigolyatestnek egy jelentős részét. Most egy későbbi fázisban összeroppan, és tulajdonképpen a gyógyulás okozza az összecsontosodást, hiszen ez a kórfolyamat valamikor a beteg életének egy jóval korábbi szakaszában zajlott le. Túlélte azt a heveny fázist, ami akkor jellemezte a betegségét. A csontjai összecsontosodtak, és ebben a torz pózban töltötte el az évei későbbi szakaszát. A 2012. március elején tartott sajtótájékoztatón már a legapróbb részletekig kidolgozott programmal álltak a konferencia szervezői, a médiumok képviselői elé. Akkora már összeállt az a csapat, akik a különböző helyszíneken zajló tudományos, szociális, kulturális programok sikeres és zökkenőmentes lebonyolításáért feleltek. Szent-Györgyi Albert, jól tudjuk, 1937-ben 75 éve kapott Nobel-díjat. Ha az ő tudományos tevékenységét áttekintjük, akkor tulajdonképpen ő az egyetlen olyan Nobel-díjasunk, aki lényegében a munkájának a döntő részét, vagy legalábbis a Nobel-díjában meghatározó részét Magyarországon és Szegeden végezte. Tudományos témái a konferenciának, ugye a kardiológia, gastroenterológia, immunológia, molekuláris biológia, genetika, a neurobiológiai tudományok és a tuberkulózis tárgykörére terjedt ki, és a világ élvonalába tartozó aktív kutatók fogják alkotni a meghívott előadók csapatát. Két iránya van a kiegészítő rendezvényeknek. Az egyik iránya az, hogy magát a tudományos eredményeket, magukat a tudósokat megpróbáljuk a szegediekhez, délalföldiekhez, a magyar lakossághoz egy kicsit közelebb hozni. Alkalmat kívánunk biztosítani arra, hogy ne csak a szűk szakmabeliek ismerjék meg őket. Ennek az egyik módja az, hogy egy open fórumot szervezünk. A konferenciának a legfőbb támogatója a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az NFÜ által koordinált
és a kutatóegyetemi státuszhoz kötött úgynevezett támogatott pályázat biztosítja, és ennek a pályázatnak a ez adja meg a lehetőséget arra, hogy egy ilyen magas színvonalú konferenciát tudjunk szervezni. Emellett különféle szintű szponzoraink vannak. Platina támogatónk közé tartozik a Richter Gedeon cég, akik elsősorban a Nobel-díjasok utaztatásában vesznek részt, illetve nagy örömünkre szolgál, hogy éppen a Szeged város költségvetésén napokban döntöttek arról, hogy ők is igen jelentős összeggel támogatják a konferenciát, és így Szeged városa is a Platina fokozatú támogatók közé tudott felkerülni. 29 országból érkezett regisztráció, tehát még egy hónap van a konferenciáig, szinte biztos, hogy a 30 országot meg fogja haladni azoknak a köre, akik részt fognak venni a konferencián, illetve tudományos előadások tartására is van lehetőség. 421-en jelentettek be összesen előadási igényt a konferenciára, akiket valamilyen formátumban, mint meghívott előadó, mint szabadon választott előadó, illetve mint poszter formájában kerül bemutatásra, és jelen pillanatban 776 fő regisztrált már be a konferenciára, szintén ugyanennyi országból, mint ahonnan az absztraktok beküldése kerültek. Március 18-ától folyamatosan érkeztek a vendégek, akik középiskolákba látogattak. Interjúkat adtak. Kötetlen beszélgetéseken vettek részt. Szerdán este a Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójára szervezett konferenciára érkező Nobel-díjasokat a Hotel Soleil-ben fogadta az egyetem vezetősége. I hope that you will see a bit, you will have an impression of Szeged, at least those of you who are here for the first time. I have heard that there are some who have visited several times our city. Szabó Gábor rektor köszöntő beszédében külön kiemelte Szent-Györgyi Albert személyének fontosságát a magyar tudományos életben. There are a few Nobel Prize winners who are of Hungarian origin, but there is only one, this is him, who deserved the prize actually with the work he has done here in our buildings. So in that sense, the only real Nobel Prize winner who is Hungarian is Szent-Györgyi. In any case, we are of course proud of all of our fellow Hungarians. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül magas színvonalú tudományos rendezvény lesz, hiszen én nem emlékszek rá, hogy 9 Nobel-díjas kutató egy helyen, akár itt Szegeden is összejött volna. A Nobel-díjasok közül többen jártak már Szegeden. Elmondásuk szerint kellemes emlékeket őriznek a napfény városáról. When I was a student and a postdoc and studying in Zurich, Switzerland, I had science collaborations, and we would do experiments in Zurich, and we would also do experiments here in Szeged. So we'd go back and forth. This was in, I think, in 1976 and 77 and 78, a long time ago. It's been fun for me to come back to Szeged and to see how the city has changed, to check my memory,
to see if I remembered things correctly, if I could still find my way around the town. It's a beautiful city. I've enjoyed myself a lot. Well, I've been here once before, and I enjoyed it very much. I came in the early 90s. Everything was still under communist rule, I suppose, but we had a very good workshop here, mostly about plants, and so I have a lot of respect for Szeged as a university. Olyan lesz a jövő, mint a mai iskolája, legalábbis Szent-Györgyi Albert szerint. A Radnóti és a Ságvári gimnázium diákjainak jutott az a megtiszteltetés, hogy a Nobel-díjasok ellátogattak intézményükbe. Well, I was, you know, pleasantly surprised by the enthusiasm of the students and their extremely high interest in chemistry and physics. So it was a short visit, but I was well received. You know, they asked me to talk about my work, which wasn't difficult. It was very nice. They even gave us some presents and so on. A hét folyamán a tudományos előadások mellett a konferencia résztvevőinek lehetőségük lesz arra, hogy közelebbről megismerkedjenek a magyar kultúra és gasztronómia rejtelmeivel. A tudomány mellett szeretnénk a külföldieknek megmutatni a magyar kultúrát, a magyar népi hagyományokat, a magyar borokat, a magyar gasztronómiát, és több olyan rendezvényt szervezünk a városban, ami publikus is lesz, és a Nobel-díjasokkal lehet találkozni. A díszvacsora előtt a Szegedi Egyetem emlékkönyvvel és élelmel ajándékozta meg a neves kutatókat. A konferencia 4 napja alatt 7 helyszínen, 6 témakörben hallhatnak előadásokat a résztvevők. A Nobel-díjasok pedig tudományos munkásságuk eredményeit a TIG kongresszusi termében ismertetik. 2012. március 22-én nemzetközi sajtótájékoztatóval és a Szegedi Tudományegyetem rektorának, valamint a Magyar Tudományos Akadémia elnökének előadásával, köszöntőjével hivatalosan is megnyitotta kapuit a Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulója alkalmából rendezett konferencia. Engedjék meg, hogy bemutassam a pulpitusnál ülőket, akik nélkül ez a konferencia nem jött volna létre. Szabó Gábort, az egyetem rektorát. Vécsei László, aki az általános orvostudományi kar dékánja. Botka László, Szegedváros polgármestere. Greiner István, a Richter Gedeon RT kutatási igazgató helyettese. Varó András, a tudományos és innovációs ügyekért felelős rektorhelyettes, Pál József, nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes, Kemény Lajos, az általános orvostudományi kar dékán helyettese, mellettem ül Hegyi Péter, a konferencia főtitkára, és az asztal túlvégén ülnek a konferencia szekció vezetői, Szél Márta, a molekuláris biológia és genetikai szekció részéről, Pálfi Györgyő mellett a tuberkulózis témakörében tartandó konferencia szekció vezetője, és Wittmann Tibor, a gasztroenterológiai szekció vezetője. Nagy örömünkre szolgál az, hogy ez a konferencia jutott eddig a pontig, azaz, hogy végre megkezdődik. 1937-ben, tehát 75 éve kapta meg a Nobel-díjat ez a konferenciának az apropója. Azon a 75 évvel ezelőtti napon, amikor Szent-Györgyi Albert megkapta a Nobel-díjat, Szegeden egész este és éjszaka utcabál volt. 75 éve szimbolikusan, attól a pillanattól számítjuk azt a tényt, hogy Szegedváros felkerült Európa és a világ tudományos térképére. Mindenek előtt a legmélyebb tisztelettel szeretném megköszönni azt, hogy a Richter Gedeon NRT támogathatta és segíthette ennek az eseménynek a megrendezését. Tudományos konferencia célja azon kívül, hogy megünnepeljük Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának a 75. évfordulóját. Ezen kívül nagyon fontosnak tartottuk, hogy egy igazán színvonalas nemzetközi konferenciát rendezzünk. Természetesen azt is szeretnénk, hogyha vendégeink jól éreznék magukat Szegeden, számukra is emlékezetes lenne ez a néhány nap a Szegedi Tudományegyetem vendégeiként. Ezért kulturális programokkal készültünk. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a Nobel-díjas vendégek mellett nagyon sok olyan tudós látogatja meg Szeged városát,
akik úgy szintén Nobel-díj közelében vannak, és valamikor esetleg 10 vagy 20 év múlva kapnak esetleg Nobel-díjat. Jelenleg 30 országból több mint 1100 vendég regisztrált a konferenciára, ami azt lehet mondani, hogy egy példaértékű nemzetközi és hazai odafigyelés van a mostani rendezvényre. Let me welcome you and let me extend my warmest welcome to all of you who joined this conference. The University of Szeged feels extremely honored that we could organize such an event. Well, something must have happened 75 years ago, if so many Nobel laureates and distinguished scientists have gathered here in Szeged today. It was a symbolic event, the highest degree of appreciation in science, almost a milestone in science history. We all know that the practical reason that you are here is to participate of this conference commemorating that Albert Szent-Györgyi, at that time, professor of this very university, won the Nobel Prize discovering vitamin C, to put it simple. Thank you very much for accepting our invitation. It's a really pleasure to have you here. Concerning Albert Szent-Györgyi, as we heard from our president, he got the Nobel Prize in 1937 for the discovery of vitamin C. More better to say to prove that ascorbic acid and hexavalent acid is the same and it is vitamin C. And also he had a good contribution to the better understanding of the Krebs cycle. And fortunately, as it was mentioned already before, the main product of this area around Szeged, south of Szeged, there are huge paprika fields, and especially this type of paprika is probably one of the richest sources of this hexuronic acid. So here in Szeged, Szent-Györgyi and his colleagues managed to isolate kilograms of this purified hexuronic acid in a couple of weeks, and this was already sufficient for some physiological and chemical structural studies. Szent-Györgyi at that time was as lively as he was in the 30s when he did his work of in vitamin C. Here at this later part of the Woods Hole area where the NFCR, a privately donating organization, was created to help him do this. And I think we can be very thankful for his input in the world knowledge that we all enjoy now today. Today we are going to hear from Bert Sackmann, who obtained the Nobel Prize in 91, as you see on this slide, for his discoveries together with Erwin Neher of single-channel properties. I'm very honored to be invited to Hungary because for a German of my generation, there are really three dates that relate Germany to Hungary, which have been very, very influential on people of my generation. With their findings, they gave the answer what the profound role of MHC is. For their seminal work, they received the Nobel Prize
more than 20 years later in 1996. This altered state is specific, and that's about as good a description as immunity as you can get, quite frankly. And then we didn't make any progress, really, until 2,300 years later, when people like Pasteur started to work. So it really was an extraordinary observation for that time. June Walker was awarded by the Nobel Prize in Chemistry 1997, jointly to Paul Boyer, for their elucidation of the enzymatic mechanism underlying the synthesis of adenosine triphosphate. Other connection at the periphery of the structure, it's called the peripheral stalk, is actually a stator in the motor that I'm going to show you. So this film is based upon about 40 high-resolution structures that we've determined by X-ray crystallography that's allowed us to build up this model within that low-resolution picture I've just shown you. It is a distinctive honor for me to introduce Dr. Aaron Chahanover this morning. Dr. Chahanover is today is a distinguished research professor and the director of a cancer and vascular biology center in the Rapport Institute in Haifa, in Israel. I really want to give you an historical account because as much as I am excited about the discovery of the ubiquitin system, not only that I did it with my mentor, Avram Hershko, but more than that, there were many milestones in the field before us. I don't think that any scientist walks today into any laboratory in the world and start anything that is new. There is always something and something heavy before, and we should rather be humble and look at ourselves as just one thin layer in the scientific doing. And this is not exceptional for us as well, and I really want to pay tribute to those that preceded us and want to tell you how is it that we came into the laboratory and thought that something is missing, looking into the milestones, and then take it one step further, and now other scientists are picking it up and continue. Now it's my special honor to welcome Andrew Victor Shelley, professor of the Veterans Affairs Medical Center, Miami, Florida, who is with us to accept the Doctor Honoris Causa degree of the University of Szeged. Elaborated in the median eminence area of the hypothalamus are transported through the portal vessels to the anterior pituitary gland, where they produce a stimulation or inhibition of the release of hypothalamic hormone. But this was purely anatomical or here it is. Evidence. So, neurohormones elaborated here, median eminence, enter the portal vessels and then penetrate to the anterior pituitary and control the pituitary. It's been known for more than 20 years at that time that pituitary controls all the other glands, ovary, testes, adrenal, thyroid, and so on. So it became our task to demonstrate the existence of these hormones. This will be the part that will be built in Szeged. Szeged will house the ALPS pillar, which is the ultrasecond light part source. This is a 250 million euro
infrastructure to be completed in 2015. And the reason why I am speaking about this, because I do hope that this will be the most useful part of this whole super laser project for life sciences. Of course, the intelligent people of the time knew that this is very wrong. And in the 60s, responsible people in Hungary realized that this cannot go on like this, because we will be left behind in modern medicine, modern agriculture, everything. So they decided to eliminate the lack of modern molecular biology in Hungary. So, and to do this, they wanted to establish a research institute devoted to biology. So this is how we were kind of born. And why here in Szeged? The person behind this whole movement, but Bruno Straub, about whom already Professor Lux talked yesterday, he was a key co-worker of Albert Szent-Györgyi while Albert Szent-Györgyi was working in Szeged, and he's also very famous in his own right. He's best known as a scientist, as a discoverer of actin, and this is the seminal paper which was published in 1942, where actin was kind of introduced and defined. Ada is a Kimmel professor at the Weizmann Institute, Rehovot, Israel, where she is also the director of the Kimmelmann Center for Biomolecular Structure. This picture was donated by a professor at the Weizmann, Yoel Sussman, showing Ada engaged in her beloved activity in scientific discussions 5 years ago, the Conference on Dynamic Proteins in Budapest. How did they come to think about it or to work about it? So collagen is known to shrink in high salt. Collagen is a very simple molecule, triple helical, and it can shrink reversibly by 66% in high salt, like. So no wonder why Tim earned the Nobel Prize in 2001, and this is that wonderful moment that we all share with Tim today. And I need to say that he earned a number of notable awards that I won't list, if you don't mind. I'm going to tell you this story, and it's really about it'll have a historical introduction, and it then comes to a bit, and at the end you'll see that I don't know what I'm talking about. So in a way, this is what we want to explain. I'm now going to, the spring is going to come now. That's what we're trying to explain. I'm sorry it isn't humans, but they're difficult to hold in one place for. And as you well know, behind that, this is actually not a very good example, but I thought I'd do it because it's going to come in later. That growth of those daffodils depends on cell division. Ladies and gentlemen, it is a great honor and privilege for me to introduce you Professor Robert Huber, Nobel laureate in chemistry in 1988, for his discoveries that had led into a giant leap in the understanding of fundamental reactions in photosynthesis, probably the most important chemical reaction in the biosphere of our Earth. It's a great pleasure to be here. Many thanks to Lyos for his introduction and to the organizers for the invitation, allowing me to see a part of Hungary that I have not seen so far, in a beautiful city, Szeged. I enjoyed it very much. Now, the Annus Mirabilis 2012 celebrates Szent-Györgyi's Nobel
prize award 75 years ago. We had a lot about his achievements and his influence on biochemistry and, of course, on the university in Szeged. But there is a second event that I would like to address briefly, because it concerns X-ray diffraction, which is the basis of all, the experimental basis of all I'm going to tell you this morning. Now we are building up our presence in Western Europe, and this shows that practically now we are present in all the Western European countries too, which is unique in Hungary because none of the industry, not even far away, including other industries, have no presence in Western Europe. So obviously, again, I have to say it's a great responsibility for us to be successful in those markets too. Of course, the most important for our future is research. We have almost 1,000 people in R&D in Hungary. We have in the central nervous system the original drug research. We are very strong in chemical process development, thanks to the support also from universities like Szeged. And obviously, we do generic development, and also, I think, for the future, biotechnology is very important. Well, maybe, since evolution is a rather conserved process, that by studying Drosophila we may learn new things about us also. And this is actually what happened. There were brave people who started to work with Drosophila, and then for their discoveries concerning the genetic control of early embryogenesis, they received the Nobel Prize in 1995. Changes the shape of the cell, changes it from square to triangle, and it's that change that we think, a very simple change, drives the internalization of these cells. And so you'd like to know, but how? How is it that cells change their shape? One of the great things about this meeting has been the opportunity to hear the lectures of the other particularly, I was struck by Bert Sackmann's lecture on where he pointed out a quote to me from Albert Szent-Györgyi that I actually didn't know. The quote was, if you don't understand a function, do the anatomy and get the numbers. And that's going to be a little bit the theme of the talks. Míg a Nobel-díjasok előadásainak a Szegedi Tudományegyetem tanulmány és információs központja adott otthont, addig a gasztroenterológiai, a neurológiai, a molekuláris biológiai, a kardiológiai, az immunológiai és a tuberkulózis szekciók a Novotel és Forrás szállóban, valamint az ifjúsági házban mutatkozhattak be.
Minden konferencia szervezői törekszenek arra, hogy ne csak szellemi, hanem kulturális, szociális és kulináris élményekkel is gyarapodjanak a résztvevők. Így volt ez a Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójára rendezett konferencián is. Scientific and the cultural heritage are the two foundation stones for the presence and the future of our city. And we built our future on these pillars. I frankly hope that you could taste something from this Szeged atmosphere during your stay. I'm sure you will see more of it this evening. I wish you have a good time and night experience. And the Hungarian Cambridge, as Szeged is mentioned in Albert Szent-Györgyi, is looking forward to welcoming you again. In 1930, the cultural minister of the time, Kuno Klebersberg, invited Szent-Györgyi back from Cambridge to work in Hungary, in Szeged. The workshop that formed around his professional activities laid a sound foundation of our university's international scientific reputation for decades thereafter. On several occasions, in his speeches as university rector, Albert Szent-Györgyi highlighted how important a link that is between the science and culture in the university professor's work. He said, good teaching can only take place where the spirit of research is alive together with dedication and unbiased devotion towards a guest from the city. Albert Szent-Györgyi was the type of those professor who loved culture and theater. He often said, as the rector of the university, it has always been my ambition that literature and arts are not only taught, but experienced as well. He usually added that a small nation can only defend itself with the weapon of culture. On behalf of the medical faculty, I want to thank you coming to us, and I hope that you enjoyed this performance, and I hope that you will enjoy your stay here in Szeged. First of all, I want to thank to the town, because without the help of the town, this Congress wouldn't be able to organize. And as we heard that the town is strongly support science and education, and this was a good occasion to show that. And I think that it is reality that we can say that Szeged is the town of the science. I want to thank to the town and the sorry for that, but this is really a cooperation between us. So may I ask on the stage László Botkamelyről, the city of Szeged. Welcome on stage István Reiner, Deputy of the Research Director of the company, Gedeon Richter.
may I say some words about Gedeon Richter, which is an innovative pharmaceutical company. To tell you the truth, this is the only Hungarian pharmaceutical company which is deeply involved in innovation, supports science and education, and it is a special privilege that we can give you this present. Gentlemen, dear distinguished guests, it's a great honor for me as the mayor of Szeged to welcome you at our city hall. Maybe you heard about it, the most important turning point of our history was 1879 when the great flood, our river Tisza, destroyed all the city in one night. And the real moving in this story that after the flood, the main cities, the main capitals of Europe, London, Brussels, Berlin, Rome, Vienna, gave a financial support and help rebuild. And those pictures behind you, you can see this side, Franz Josef, the Habsburg Emperor, the King of Hungary, and the other side, the wife, Queen Elizabeth, Sisi, everybody knows. They visited several times here in Szeged, and the King, Franz Josef, said a very famous and important sentence then. He said, "I promise Szeged will be much more beautiful than it used to be." This royal sentence has become a slogan of the ever revival city of Szeged. So, ladies and
ladies and gentlemen, I'm sure you know the most important Hungarian word. Cheers, egészségedre. It means, of course, in the country of Szent-Györgyi, for your health. Szent-Györgyi's tenure as rector of the university came to an end. Albert's charismatic personality had affected thousands of students, and his spirit had become a rallying point for the opposition. His personal integrity and courage were rarely doubted, even by his enemies. In addition, he commanded international respect. Thank you.
Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójára rendezett konferenciának különleges programeleme is voltak. Így például a Nobel-díjasok találkozója a jövő tudós palántáival, akik a délalföldi régió és a szerbiai vajdaság gimnáziumaiból érkeztek. Az Open Forum két órája alatt láthatóan mind az előadók, mind a moderátor, mind pedig a közönség igen jól szórakozott. Everybody. My name is Anna Hoffman from the Friends High School, and I would like to. So my question is that how did your life change after you received the Nobel Prize? I think that my personal life did not change. I'm still in the lab, I'm still working, I'm still interacting with students and with professors. My home, my family, my interactions with friends did not change. But the possibility to talk to young people that want to know about science, this did change a lot, and I'm very happy about this. This is the best thing that could have happened. Ebullioscopy. Students, does anybody know what this is? Is there a hand up? No. Oh, Tim Han. One Nobel laureate, another one. Another question. Hard questions. I'm forgetting the question. My phone is ringing. Who is this? No idea. Somebody from Oxford. Maybe you're right. Hello? Yes. I'd like to ask, what would you advise for youngsters who want to be researchers? Advice for youngsters who wants to be researchers. What do I want? What advice? Advice. Advice. Konferencia nyomát nem csak a fotográfiák, a brosúrák, az egyes emberek emlékezete őrzi meg, hanem ez a kocsányos tölgy is, a tudományok fája, itt a Tanulmányi és Információs Központ napsütötte parkjában.
ültette 5 Nobel-díjas, egy 6. előtt tisztelegve, örök emlékezetül. Symbol of science. When you plant a tree, you know that it will take time to grow and blossom. Planting a tree seemed a perfect symbolic representation of Albert Szent-Györgyi's scientific heritage. As we all know, the Nobel Prize was awarded to him for his discoveries related to biological combustion, and that the initial observation was made in plants. We have now this new memorial, including a memorial tablet, which will perpetuate the names and the main data of the Nobel Prize of the 9 laureates who visited Szeged and saluted the reminiscence of Albert Szent-Györgyi. So now, distinguished guests, dear Nobel laureates, I would like to ask you to give some technical help. Én azt gondolom, hogy a konferencia hozta azt, amit vártunk tőle, sőt, talán többet is. Úgy hiszem, hogy nagyon jól sikerült, és nem csak én hiszem így, hanem akikkel beszéltem, azok egytől egyig a kötelező udvariasságon túl dicsérték a konferenciát, és úgy tűnik, hogy jól érezték magukat az egyetemen, és jól érezték magukat Szegeden. Other scientists was nice, meeting other Nobel laureates was nice, but the best thing for me was the open forum meeting with young students, young gymnasium students, and talking with them about their own sense of what they wanted to do in science, their own ideas for it's for me as an experienced scientist, what I love more than anything is talking to young people. Pont a Timothy Hunt-tal volt alkalmam hosszabban beszélgetni, és neki említettem, hogy milyen csodálatos dolog az, hogy amikor első éves orvostan hallgató voltam, akkor a Szabad János professzor úr képeket vetített nekünk az itt jelenlévő Nobel-díjas tudósokról, és hogy ez mennyire távolinak és misztikusnak tűnt. És habár tényleg hatalmas egyéniségek és fantasztikus tudású emberek, mégis emberiek, amikor így találkozunk velük, és ez egy csodálatos élmény volt. Több
élményem is volt. Egyrészt az Open Forum azért volt nagyon izgalmas, mert kiderült, hogy a Nobel-díjas professzoroknak hihetetlen humorérzékük van, amit az ember néha nem gondolna tudósokról. Nagyon sokszor azt szoktuk gondolni, hogy jaj, hát a tudósok azok sótlan emberek, és csak a laboratóriumban élnek. De hát ez nem igaz. Ez egy nagyon nagy élmény volt. Meg látni azt egyébként, hogy tényleg hány tudós jött el Magyarországra, itt voltak 1100-an, és hogy milyen nagy együttműködés van a tudós társadalom van, ami egyébként azért fontos szerintem, mert lehetne tőlük tanulni. Akár merre ment az ember, tényleg mosolygós arcukat látott, a vendégek rendkívül jól érezték magukat. A fiataloknak a látványa szenzációs volt, ahogy örültek, ahogy fölkészültek a tudományról. Nagyon jó érzés volt a munkatársakat látni. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy tényleg minden momentum szerintem ünnepi volt. I hope that you shared my feeling that this meeting was successful in respect of the science, thanks to you, because you contributed to the science, also in respect of the lovely social programs and also the valuable cultural program which we tried to provide. Egyéb Pétertől kérdezem még, hogy lesz-e esetleg hasonló rendezvény, vagy megrendezik jövőre? So then came with the obvious question that whether we would organize this type of meeting next year. So then at this point I was really worried, I was frightened, knowing Peter's ambitions, I was afraid a little bit of the answer. Maybe Peter would give an answer, something that of course I am working already with the invitation, but fortunately Peter came up after a hesitation with the proper answer. Hát úgy gondolom, hogy 75 éves évforduló csak egyszer van. Ladies and gentlemen, welcome onto the stage Csilla Szentpéteri and her band.
So what the Nobel laureates have prepared is a specially signed version of the citation with all of our signatures and sometimes even little drawings. I hope that for a few of you, this might have been the first visit to Szeged, but I wish that all of you will come back sooner or later, but rather sooner. Thank you very much again for coming. Thank you.